Édes, lédús görögdinnye, A és C vitaminban gazdag sárga barack és könnyű salátának való uborka. A piacok nyáron tele vannak ilyen finomságokkal, amiket nem csak a szemünk kíván, hanem az immunrendszerünk is. A fűszeres és zsíros fogások helyett a tartós kánikulában lédús, frissítő és vitamindús gyümölcsökkel, zöldségekkel, levesekkel kell pótolni az izzadással elvesztett ásványi anyagokat. A sóval viszont érdemes óvatosan bánni. Sokkal sósabban nem kell étkeznünk, mert már eleve sósan étkezünk sajnos, mert a különféle készételek már alapból sok hozzáadott sót tartalmaznak. Az igaz, hogy az izzadsággal nem csak folyadékat, hanem különféle elektrolitokat is veszítünk, és ennek a pótlásáról, hogyha nagyobb mennyiségű izzadásról van szó, akkor gondoskodni kell. Ez főleg inkább sportolóknál lehet veszélyes, hogyha egy órát meghaladja az edzésnek az időtartama, vagy akár valamilyen sorozatverseny van, vagy pedig nagyobb melegben, nagyobb páratartalom mellett történik az edzés, akkor ha ez az egy órát meghaladja, akkor már inkább valamilyen sportitalnak a fogyasztása az, ami javasolt. Hogyha valaki kint a nagy melegben végez fizikai munkát, mint mondjuk most az útfelújításoknál, ott is egyébként előnyös lehet a különféle sportitaloknak a pótlása, mert ezzel a folyadékot, az elektrolitokat is pótolhatjuk, és a szénhidrátot is fokozatosan a megfelelő ütemben tölti vissza. Szakemberek ilyenkor a megfelelő folyadékbevitelre hívják fel a figyelmet, amikből a hőségben érdemes minél kevesebbet fogyasztani. Leginkább a folyadékpótlás az, amire figyelni kell. Ez legjobb, hogyha víz, ásványvíz formájában történik, de lehetnek ezek nem cukrozott zöldség, illetve gyümölcslevek is. Inkább a cukrozott üdítőitalok, az alkohol az, amit kerülni kell a nagyobb melegben. Egyrészt az alkohol például vizet is von el a szervezetbe, úgyhogy a folyadéknak a pótlására nem lesz alkalmas. Ugyanez egyébként a különféle koffeines italokra is vonatkozik, úgyhogy ha azokat fogyasztunk, ezeket is figyelembe kell venni. A nagy melegben általánosságban elmondható mindenkiről, hogy kevésbé kívánjuk a nehéz ételeket. Ilyenkor igyekezzünk úgy összeállítani az étrendet, hogy könnyen emészthető és ételek szerepeljenek benne, és inkább gyakrabban kisebb mennyiségeket fogyasszunk. Ha tehát szeretnénk a szervezetünket kímélni és nem terhelni az emésztőrendszert, válasszunk tudatosan a magas víztartalmú és tápláló zöldségekből, gyümölcsökből készített fogásokat, és ígyuk meg a napi 2,5-3 liter folyadékot.